Soha ne datálja, míg nézlek téged, minden szívverésed. Dobban az idő, koppan, belemész nyomban, számtalan új kanyar van. Az úton folyton folyvást jöttek rosszat, s egy-két hajtás, lármás hangok, csupa szívarcok, mind eltűntek, csak te maradtál velem. Hazavágytunk mind a ketten. Csalogató hang a csendben, ami mindig hívott, itt szakatolt bennem. Te kimondtad, amit nem mertem önmagamnak beismerni. A csoda benned van, nem kell keresni. Most vagy soha, itt az idő, éjja az arra, soha nem késő letenni. A csomagod nálam van hely, hogy együtt érjen el a reggel. Most vagy soha, itt az idő, kia az ad, soha nem késő letenni. A csomagod nálam van hely, hogy együtt érjen el a reggel. Belejössz, belemész, az idő felemész. Most az ösztönkkel, nem a józanész. Tudod a lépést, érzed az ütemet. Fogom a derekad, és ezért ülök vele kéz a kézben. Összetartunk, vihartomba, de mi megmaradunk. Nem állok meg, csak behúnyom a szememet. Bárhova tartasz, nekem ott van a helyem. Most vagy soha, itt az idő. Kia az ad, soha nem késő letenni. A csomagod nálam van hely, hogy együtt érjen el a reggel. Most vagy soha, itt az idő, híja az ad, soha nem késő letenni, a csomagod nálam van hely, hogy együtt érjen el a reggel. Most vagy soha, itt az idő. Most vagy soha, itt az idő. Most vagy soha, itt az idő. A Metszetet hallották itt a színpadon. A másik oldalukat, ahogy ugye a fiúk fogalmaztak, a Most vagy soha című dalt, és egész izgalmas kis zenei fordulatok voltak itt, már amennyire én értek ehhez. Péter? El vagyok képedve, mint egy másik zenekart és egy másik dalt hallottunk volna, hogyha jól hallom, még a harmóniát is teljesen átdolgoztátok, vagy átvariáltátok. Ez egy hatalmas munka volt, iszonyatos nagy zenélés van. Én csak annyit jegyeznék meg, hogy ennyire jó zenészeknek én egy picit levegősebb teret adnék, az ének annyira darál, és de hát fantasztikus volt, hogy ennyire átdolgoz. Szerintem talán a zsűritársaim is ezzel egyetértenek, ez a ma leginkább, a maiak közül a leginkább átdolgozott felvétel. Igen. Szóval el vagyok képedve. Még annyit, hogy talán egy picike kis csibészség jó lenne, még az úgy beleférne, de ez már csak zárójel. Köszönöm szépen. A bőrgyökivel együtt azt most egy kicsit felakasztották. Gyuri? Nagyon bátran hozzányúltatok a saját dalotokhoz, az azt jelenti, hogy ismeritek, és én a zsűri nevében szeretném megköszönni a komolyan vételit a feladatnak. Igen. Tehát az, hogy ez egy akusztikus verzió, ez nem ugyanaz, hogy az ember ugyanolyan hangerővel elüti dobon, ugyanazt tesz, közben leszel két akusztikus gitáron egyfekvésbe, csáv. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy átértelmezi a saját dalát, és máshogyan muzsikálja el, és keres egy új értelmet benne. Ez a zenekari játékban tökéletesen megvalósul. Én az énekben hiányoltam azt, hogy az énekben is lehetett volna ugyanennyire bátornak lenni. Ott vele lehetett volna nyúkálni az énekbe és a szövegértelmezésbe, és egy kicsit szabadabban kezelni, és körülbelül én ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm, és szívből gratulálok nekem. Akkor is nagyon tetszik. És tetszik azt, hogy a jó borult billentyű szóló, illetve billentyű fillezés bele, mert ez egy nem kibontott szóló, csak elindul egy kicsit egy teljesen más irányba az egész, és én szeretem az ilyen tengelybe gondolkodást. Nagyon gratulálok. Köszönjük szépen. Jöhetnek a pontok. Misi? Én 8 pontot szeretnék adni. Köszönjük, Gyuri. Gyuri. Én a bátorság és a zsűri komolyan vétele miatt 10-et szeretnék adni. Péter. 8 pontot én is. Kati. Én is jobban csíptem az előzőt, annak volt nagyon jó húzása, 8 pont. Rossz fiúkat szereted, mi?
34 ponttal. Köszönjük szépen!